Hálószaggató, jó estét kívánok mindenkinek innen Újpestről, a Megyeri úti jégcsarnokból. Újabb vasárnap este, újabb Erste Liga forduló. Idén a 24-es, 25-ös kiírásban már harmadjára játszik egymással a két együttes. Az első etapot 4-1-re nyerte a Brassó. Szabó nem tudta lekezelni a levegőből, azonban mégis meg tudta kaparintani a játékszert. Majd kapja vissza Szabó a korongot, és a rövid felső fele próbált intézni egy próbálkozást, és végül Szalmának kellett eltávolítania a brassói játékost Rajna Miki kapuja elől. Aztán egy kisebb kesztyűszagoltatás alakul ki a palánknál. Jelen pillanatban a DVTK-nak van a legtöbb kiállítás, perceszám szerint 276. Szalma nézi meg magának a rövidet. Dubó azonban odaért. Tornyai mellett el tud menni ellenfele, sőt, lövéssel zárul a vendégakció. Stevenson, Lanzaro, Slash, Lanzaro. Szépen szerette volna csinálni, ennek ellenére most kiléphet a brassói játékos. Nem tudja azonban pontos lövéssel befejezni a vendégakciót. Az viszont egy gyönyörű átadás, és a második kapuvas is megtörténik a ma este folyamán. El tudja hozni kisebb segítséggel Kis Patrik, aztán most már Kovács Alex. Be is tudja tenni Kovács Alex. Most azért tiszta zicser volt. Közben a Gyergyó megszerezte a vezető gólt. Itt pedig a brassóiak szerzik meg a vezető találatot. 8-13-mal a rendes játékidő vége előtt. Kácskó örül a gólnak. Szalma pöcköli tovább Fonákkal. 15 másodperc, McNulty. Volt berobbanó játékos, valakinek lőnie kéne lassan. Na vajon lesz-e slusz poén a végén? McNulty. Most a lövés Dörösétől. Hatalmas blokk is. Itt a vége. Megdolgoztak a brassóiak ezért a három pontért. Nagyon sovány, nagyon vékony győzelmet szereznek végül a vendégek, de hát ez is ugyanúgy három pont, mint hogyha 10-0 lett volna a vége.